megkezdődött a táboroztatás, 1800 diáknak biztosít lehetőséget az önkormányzat. Időközi választás. Kedd délelőtt letették a szavazatszámláló bizottságok tagjai az esküt. Híradó a Nyíregyházi Televízióban. Jó estét kívánok! Idén nyáron a pandémia előtti helyzethez hasonlóan szervezik újból a nyári táborokat, és összesen 1800 gyereknek biztosít az önkormányzat nyári elfoglaltságot. A táboroztatás sikeresen megkezdődött június 20-án. Az első turnusban minden tanuló ingyen vehet részt a programokon, ezekben a szülők kizárólag az étkezésért fizetnek majd, minden egyéb költséget a támogatás fedez. Élményeket és biztonságot kínálnak az évek óta jól bevált táborhelyek. A Nyírvévé szervezésében idén 4 helyszínen, a Múzeumfaluban, a Kisvakon táborban, a Futurobi Ökojátszóházban és az Arany János gimnáziumban várják az iskolásokat. Az első turnus június 20-án indult, az utolsó pedig augusztus 12-én ér véget. 2021-től szervezi ezt a nyári önkormányzati tábort a Nyírvévé Nonprofit Kft. A tavalyi évhez hasonlóan is 4 helyszínen kerül megrendezésre a tábor. Az első az 3 turnusban az Arany János gimnáziumban, aztán a 6 turnusban lesz ettől az évtől a Múzeumfaluban, a Kisvakon táborba 8 turnusba, a Futó Ökojátszóházba szintén 8 turnusba. Ez azt jelenti, hogy 6. hó 20-ától kezdődött a tábor, és 8. hó 12-én ér véget. Minden táborban a 23 általános iskolában kiküldött tájékoztató alapján történt a jelentkezés. A létszám az sajnos kötött, minden tábor más-más létszámot képes befogadni. Jelenleg ott tartunk, hogy az első héten elindult a tábor, ugyanúgy, mint az elmúlt évben, most is van lehetősége a szülőknek igénybe venni az autóbusszal történő kiszállítást a gyerekeknek, ugyanúgy, mint az elmúlt évben 2 helyszínről indul, az állomással szemben lévő Penny parkolójából és az Örökösföldön a buszvégállomásból. Azon túl 2 helyszínen áll még meg, a Kossuth utcán az első járat, a második a Stadion utcán. A 2. járat pedig az Örökösföldről indul, a Kodály Zoltán általános iskolába és a Bánki Donát gimnáziumnál áll meg. Ennek nagyon örülnek a gyerekek. Hagyományosan most is étkezési költségterítést és utazási hozzájárulást fizetnek a szülők az első turnusban. Az újabb tábori hetek önköltségi díja ezen felül 20 000 forint, de az évközi kedvezmények a nyári ellátásban is érvényesek. Költségterítés nincs a táborban első turnusban, ugyanakkor az étkezésért 5000 forintot mindenkinek fizetni kell. Ez alól kivételt képez az, akinek évközben mentessége van, tehát rendszeres gyermekkedvezményben részesül, vagy a 3 vagy több gyermekesek, illetve a fogyatékosok 50%-os kiértési díjat fizetnek az étkezési díjból. Tehát ezek mind nagyon fontos információk, a részleteket a Nyírvévé honlapján egy külön kis fülecskén meg lehet találni. Nagyon népszerűek a táborok, mondhatni, hogy mi a maximális létszámmal üzemelnek. A gyerekeknek arra is van lehetőségük, hogy a második turnusban is részt vegyenek bizonyos táborokban, azzal a feltétellel, hogy nem szoríthatnak ki más első turnusos tanulót, ezt viszont önköltséges formában vehetik majd igénybe. Dr. Úrich Attilát, valamint Halkóné dr. Rudolf Évát jelöli a Fidesz a nyíregyházi időközi önkormányzati választásra. Dr. Kovács Ferenc választókerületi elnök a kampányzáró sajtótájékoztatón azt mondta, a lehető legerősebb jelölteket állították. Egyben jelezte, nagy a tétje a június 26-ai vasárnapi voksolásnak, hiszen fontos, hogy a Fidesz-KDNP koalíció tovább erősödjön, szilárd hátteret biztosítva a városvezetésnek a további eredmények eléréséhez. A lehető legjobb, legerősebb jelölteket ajánlotta a sajtó figyelmébe dr. Kovács Ferenc a Fidesz keddi kampányzáró tájékoztatóján. A választókerületi elnök úgy fogalmazott, az egyes önkormányzati választókerületben induló dr. Úrich Attilával és a hármasban induló Halkóné dr. Rudolf Évával egyaránt hosszú ideje dolgozik együtt, akik lelkesek, nagy tapasztalattal rendelkeznek és sokakkal beszélgetve alakították ki programjukat. Dr. Kovács Ferenc szerint ők jó képviselői, úgymond gazdái lennének a kerületeknek, s a választásnak az is a tétje, hogy tovább erősödik-e a Fidesz-KDNP közgyűlési koalíció többsége. Lényeges ugyanis, mekkora a stabilitás az erős városvezetés mögött a Covid kezdete óta egyre több veszélyt rejtő világban. Olyan képviselőre van szüksége az egyes kerületeknek, akik
törődnek az emberek életével, tisztában vannak, hogy a választókerületben milyen problémák vannak, azt is tudják, hogy mit lehet azonnal megoldani, mit nem lehet azonnal, mit középtávon, és mivel van összefüggésben. Na most én ilyen képviselőjelöltet, kettőt látok, ők itt ülnek mellettem. Dr. Kovács Ferenc ehhez még hozzátette, az ellenzéki jelöltek közt van, aki nincsen képben, hiszen olyan programelemeket mond, amik nem megvalósíthatók, vagy amik már megoldottak, esetleg éppen dolgozik rajtuk a városvezetés. Van, akinek nincs is programja, s akad, aki még a szükséges ajánlást sem tudta összegyűjteni. Egyben az egymásnak írt nyílt levelükre is utalva kiemelte, a nyíregyházi ellenzék szétszakadt. A tájékoztatón elhangzott dr. Úri Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje az egyes választókerületben, akit évtizedek óta a belvároshoz köt a munkája. Korábban a múzeumban, a Kállai gyűjteményben, most 8 éve a kulturális területért, valamint az ifjúságért és a szépkorúakért is felelős alpolgármesterként. A jelölt azt mondta, az elmúlt évek és hetek során is sokat volt az emberek között. Ismeri a feladatokat, néhányat már is megoldottak közülük. Ezt a célt tűztem ki magam elé, hogy a belvárosban élőknek a problémáit azt mindenféleképpen nem csak mint alpolgármester, nyilvánvalóan, hanem egyéni önkormányzati képviselő is szeretném a lehető leghatékonyabb módon megoldani. Dr. Úri Attila hozzátette, nagy megtiszteltetés számára a jelöltség, s hogy ezzel a dr. Adorján Gusztáv által korábban megkezdett utat folytathatná. A 3. számú választókerületben Halkóné dr. Rudolf Évát indítja a Fidesz-KDNP pártszövetség, aki 35 éve él a területen, ismerve minden részét. Amellett, hogy a Nyíregyházi Egyetem kancellárja 12 éves önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, most a Közgyűlés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának elnöke. Korábban 2 cikluson át egyéni képviselője volt a kerületnek, s a lakosság felvetése alapján sok mindent sikerült eddig is elérnie. Listás képviselőként is az elmúlt időszakban ugyanúgy figyeltem a körzetre, természetesen más módon lehetett tartani a választópolgárokkal a kapcsolatot, de azok a régebben megindult gondolatok, javaslatok, azok nem haltak el. Azok ugyanúgy megmaradtak, azokért dolgoztam, és azok nagyon sok esetben mára, mostanra értek be. Köszönet ezért természetesen mindenkinek. A képviselőjelölt hozzátette, már az elmúlt időszaknak is vannak kézzelfogható eredményei, a járdaépítésektől a készülő új, korány és gyalogátkelőig, a Törpe utcai szabadidőparkig, a komfortérzetet javító intézkedésekig. Ugyanakkor például a kőlaposi csomópont kiépítése, valamint az Örökösföld kertvárosi csapadék elvezetés és útfelújítás megoldása tárgyalási és előkészítési szakaszban van. Az időközi önkormányzati választást június 26-án vasárnap tartják Nyíregyházán. Kedd délelőtt letették a szavazatszámláló bizottságok tagjai az eskütételt, mind az egyes, mind pedig a 3-as számú egyéni választókerület szavazóköreiben. Ezen a héten vasárnap, vagyis június 26-án ebben a 2 körzetben önkormányzati választást tartanak. Szomorú apropója van az újabb választásnak, elhunyt 2 egyéni képviselő, 2020. októberében dr. Adorján Gusztáv, majd 2021. áprilisában Lővei Csaba. A 2 képviselői hely eddig üres volt, ugyanis a pandémiás szabályok miatt nem lehetett kiírni választást. A választás.hu adatai szerint az egyes jellemzően belvárosi körzetben a Fidesz-KDNP jelöltje dr. Úrich Attila, valamint a Nyíregyházáért Egyesület, a Függetlenek Egyesülete, a Jobbik, az LMP és az MSZP közös jelöltje Hajdú Nándor indul. Ebben a sorrendben szerepelnek majd a szavazólapon a sorsolás alapján. A 3-as körzetben 3 jelölt indul. A helyi választási bizottság a szavazólapon szereplő egyéni választókerületi képviselőjelöltek sorrendjét a sorsolás elvégzését követően az alábbiak szerint állapította meg. Dr. Pápai László, a Nyíregyházáért Egyesület, a Függetlenek Egyesülete, a DK, a Jobbik, az LMP és az MSZP közös jelöltje, Halkóné dr. Rudolf Éva, a Fidesz-KDNP jelöltje, valamint Bacsikné Szigeti Gabriella, a Mindenki Magyarországa, az Új Kezdet párt és a Párbeszéd közös jelöltje. A választópolgárok csak aznap és csak Nyíregyházán szavazhatnak majd június 26-án. Önkormányzati választás esetén nincs küszöb és korlát, akármennyien vesznek részt rajta, érvényes és eredményes lesz a döntés. Egyedül abban az esetben kell megismételni a választást, ha teljes szavazategyenlőség lenne. Szent Iványi a múzeumfaluban tűzugrás, csillagles és szerelmi jóslás is lesz a skanzenben. Mindjárt jönnek a részletek, de előtte nézzük a nap további híreit.
közműépítési munkálatok zajlanak a Debreceni úton, útszűkület és megállási tilalom mellett végzik a munkálatokat. Baleset történt a nyugati elkerülőnél, a Nyírtelek felől érkező jármű és a körforgalomban közlekedő autós ütközött, a rendőrség intézkedett a helyszínen jelentős forgalmi fennakadás mellett. A Megyfa utcán közműépítési munkálatokat végeznek forgalomkorlátozás mellett, a helyszínen további forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek. Aszfaltoznak a Május 1 téren, a Korányi Szerviz út és a Garibaldi utca közötti szakaszon holnap fejezik be a munkálatokat, addig is további forgalomkorlátozásra kell számítani az érintett szakaszon. Tűzugrás, csillagles és szerelmi jóslás. Szent Iván ére készül a Sóstói Múzeum falu. Június 23-án csütörtökön 19 órától várják a vendégeket, akik egységesen 2200 forint per fő áron vehetnek részt a programokon, többek között a Blaha Louisiana koncerten és a késő esti tűzugráson. A június 23-áról 24-ére virradó éjszakát nevezzük Szent Iván éjjének, ez az év legrövidebb éjszakája. A fény és a sötétség mindig is mágikus eredettel bírt, utóbbi az elmúlást, előbbi a megújulást szimbolizálja. A pogány világban nagy jelentősége volt ennek a napnak, a tűzhöz rengeteg népszokás kapcsolódik, ezeket elevenítjük fel ilyenkor, többek között az éjjeli örömtüzek gyújtásával is. Ennek már sok éve hagyománya van a Sóstói Múzeum faluban is, idén is várják a látogatókat június 23-án este 7 órától. Az is már hagyomány a múzeum faluban, hogy ezen az estén egy új kiállítást is megnyitnak, így lesz ez most is. Az idei időszaki tárlat egy vándor kiállítás, amit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara biztosít. A címe pedig a Handlétől a Grand Caféig, zsidók az 1867 és 1918 közötti magyar kereskedelemben és vendéglátásban. Este 8 órától éjfélig a Bátor Ligeti Gemini Csillagász Egyesület biztosítja a csillaglest, eközben 22 órától pedig a Blaha Louisiana koncert kezdődik majd a Skanzenben. Megkezdte a felkészülést a következő szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Az örökösföldi edzésről még hiányoztak a saját nevelésű fiatalok, akiknek hosszú volt az osztályozó miatt az előző idény, így kaptak egy kis pihenőt. Volt viszont több fiatal próbajátékos, akik a következő napokat Nyíregyházán töltik. A csapatkapitányunkkal, Papucsek Barnával hosszabbította a klub, úgyhogy ő továbbra is a Nyíregyházat erősíti. Ez nagyon nagy öröm számunkra már csak azért is, mert amit beharangoztunk még az átigazdási szezon elején, hogy szeretnénk az értékeinket megtartani, és a Nyíregyházat egy olyan klubnak tudni, amelyik kiszámítható, nem nagy a fluktuáció, hanem törekszünk arra, hogy a minőséget, értékeket megtartsuk. Ő ennek egy iskola példája, úgyhogy nagyon örültünk annak, hogy sikerült megállapodni. Illetve a Nikola Pantovics érkezett hozzánk, már most múlt időben mondhatom, hogy a Békis Csabát erősítette, majd a mester elmondja, hogy mi az ok, hogy a szakmáról én nem beszélek, ez egy irányító pozíció, azt gondolom, hogy hiányt szenvedtünk korábban ebben a pozícióban, és a mester úgy gondolja, meg hát a szakmai stáb is, hogy ő lesz a megoldás, és ő a megoldás. Illetve a klub szempontjából nagyon fontos, hogy Balmazújváros után most Sényőn fogjuk játszani a mérkőzéseinket, ez eldőlt, hatalmas. Hát hogy is mondjam, egyeztetés sorozat előzte ezt meg minden tekintetben. Nyilván az MLS volt a legfontosabb, az MLS elnöksége rábólintott, utána pedig a versenyigazgatóság úgy szintén, úgyhogy most plusz székeket szerelünk be a sényűek segítségével oda, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a következő szezonban egy igazi katlan lesz. Aki járt mostanában ott, azt tudja, hogy szinte a nézőtér rajta van a pályán, végig fedett nézőtér van, fedett lelátó. Én azt gondolom, hogy meg fogjuk oldani. Meg lesz oldva, nem azt hiszem, ez biztosan meg lesz oldva a büfé, az ajándékbolt, és sok minden meglepetéssel is készülünk. Én bízom abban, hogy ez a kényszerhelyzet, hogy még egy évig nincs saját stadionunk, ebből is ki fogjuk hozni a legjobbat, és a Sényű az valóban egy saját katlanként fog üzemelni. Én azt gondolom, hogy ez nem csak a hangulat miatt lesz nagyon jó, ez plusz pontokat is kell majd, hogy jelentsen annyira egy házának a következő bajnokságban. Híradónk végén nézzük főbb híreinket, még egyszer röviden. Június 20-án sikeresen megkezdődött a táboroztatás. A Nyírvévé szervezésében idén 4 helyszínen, a Múzeum faluban, a Kisvakon táborban, a Futurobi Ökojátszóházban és az Arany János gimnáziumban várják az iskolásokat. Az első turnus június 20-án indult, az utolsó pedig augusztus 12-én ér véget. Kedd délelőtt letették a szavazatszámláló bizottságok tagjai az eskütételt, mind az egyes, mind pedig a hármas számú egyéni választókerület szavazóköreiben. Ezen a héten vasárnap, vagyis június 26-án ebben a két körzetben önkormányzati választást tartanak. A
a Nyíregyházi Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss hírműsorral legközelebb szerdán jelentkezünk. További kellemes estét kívánok, viszontlátásra!